Hello, sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket! Ebben a videóban arról lesz, hogy hogyan lehettek elég jó befektetők, és ezt fogok nektek 5 egyszerű, de örökzöld tippet adni, ami segíthet abban, hogy bölcsebben és okosabban bánjatok a pénzzel. Tartsatok velem! Nagyon gyakran találkozok azzal, hogy emberek azt gondolják a befektetésről, itt valami óriási hozamot kell nagyon gyorsan elérni, megduplázom a pénzemet, 50%-ot elérek pár hónap alatt, és ezeket a sztorikat halljuk a médiából, illetve ismerősöktől is, és ebből valaki azt mondja le, hogy itt nagyon sok pénzt lehet nagyon gyorsan keresni, ezért irreális elvárásai lesznek, mások pedig éppen ezekből tanulva, vagy ezektől megjedve azt gondolják, hogy a befektetés az rendkívül kockázatos, és ez nem nekik való. Mind a két táborról szeretnék szólni, és mind a kettőjüknek bebizonyítani azt, hogy valójában a befektetés egy sokkal kiszámíthatóbb, lassabb, de ugyanakkor nem túl kockázatos tevékenység. És igenis a legtöbb embernek, átlagembernek, aki nyugdíjára, lakására, gyermekének tesz félre pénzt, érdemes megismerkednie a befektetéssel, mert nagyon sok pénzt hagy az asztalon idővel, hogyha nem foglalkozik az életének ezzel a területével. Az első tippem az éppen az lenne ezért, hogy mérsékeljük az elvárásainkat. Ahogy halljuk, ahogy az ismerőseink büszkélkednek azzal, hogy mennyit kerestek egy-egy befektetéssel, vagy a média megírja azokat a sikersztorikat, akik óriási összegeket kaszáltak rövid idő alatt, ebből azt gondolhatjuk, hogy nekünk is ezt kellene elérni, vagy ez a követendő minta, mi nekünk is ezek az elvárásaink lesznek. Éppen ezért hajlamosak sokan beleugrani azokba a hirdetésekbe, csapdákba, ahol óriási hozamokat ígérnek, nem gondolva arra, hogy ezek mennyire reálisak egyáltalán. Éppen ezért szeretném szemléltetni ennek a realitását, méghozzá azzal, hogy hoztam nektek három kiemelkedő befektetőt és az ő teljesítményüket. 2015-től 2023-ig vizsgáltuk meg 10.000 dollár kezdő befektetéssel. Az első befektető, akit vizsgáltunk, az Warren Buffett, a valaha ért legnagyobb befektetési legenda. A második az ARK Innovation LTF alapítója Katie Wood, aki egy nagy technológia és, és feltörekvő, növekvő cég befektető, ezzel lett híres. A harmadik pedig Meb Feber, aki a Cambria Global Value ETF-et álmodta meg és kezeli, ő pedig egy ilyen kvantalapú befektető, szintén rendkívül híres, nagyon sok könyvet írt. Most nézzük meg a CAGR oszlopba, látszik, hogy milyen hozamokat értek el ez időszak alatt, és azt látjuk, hogy egyikőjüknek sem sikerült túl teljesítenie az amerikai részvénypiac átlagos normál teljesítményét, amit pusztán azzal érhettünk el, hogyha az 500 legnagyobb amerikai vállalatot tartottuk és nem csináltunk semmit. Magyarul minden tevékenység, szakértelem, amit ezek az emberek beletettek, és nyilván ők a világon az egyik legtöbbet követett szakemberek, tehát nyilván értenek valamihez, egyikőjüknek sem sikerült mégsem semmilyen hozzáadott értéket ezen kívül létrehozni. Ha megnézzük továbbá azt, hogy mi ez a max drawdown sor, ez azt mutatja meg, hogy mekkora volt a maximális visszaesés, amit a befektetőknek el kellett szenvednie ezért a hozamért, Akkor azt látjuk, hogy a Berkshire Hathaway, ami ugye a Warren Buffettnek a cége, az 23,15%-ot esett vissza, ami nem túl nagy, és valamivel alacsonyabb egyébként, mint a piac, az 500 index investor ugye 23,95%-kal, de ehhez képest a másik kettő az kiugróan magas. Az ARK Innovation ltf befektetők fektetők gyakorlatilag a pénzük 4-5 részét elveszítették egy időpontban, ez óriási lelki teher, megterhelés, meg, meg ez óriási stresszt jelent egy ekkora veszteséget kiülni. A Cambria Global Value ETF ne, ne, befektetői 41%-ot veszítettek, és a Sharp Ratio a legutolsó oszlop mutatja egyébként a kockázat hoz a marányt, és azt látjuk, hogy egyik befektető sem tudta megvenni a piacot. És azt is látjuk ebből egyébként egy 10%-os kamatos kamat dollárban, nyilván dollárban jóval kisebb volt az infláció, mint forintban, de egy 10%-os hozam az nagyon-nagyon szépnek mondható ez időszak alatt, és a világ legjobb befektetői, leghíresebb gurúi sem tudtak ennél jelentősen többet elérni. Akkor tegyük fel a kérdést, hogy mennyire valószínű az, hogy a mi haverunk lesz a következő Warren Buffett, hogy ő lesz a következő 10-20 évben a világon a legsikeresebb befektető, Aligha innentől kezdve pedig szerintem jó, hogyha egy kicsit mérsékeljük az elvárásainkat, és ezeket a, ezeket a kiragadott sztorikat nem veszük annyira komolyan. Nem tudjuk, hogy a barátunk egyébként hány másik hasonló ügyleten bukott el rengeteg pénzt, vagy fog elbukni, nem tudjuk, hogy egyébként a stratégiája hosszú távon működik-e, pusztán szerencséből is el lehet érni ekkor a hozamokat. A második tippem, hogy egyébként te is lehetsz elég jó és te is elérheted egyébként azokat a hozamokat, amiket viszont a piac elér. Hiszen, amit láttuk, a piac nagyon szép hozamot ér el, gyakorlatilag megverte a legsikeresebb befektetőket, tehát ha a piaci hozamot el tudnád érni, akkor elég jó befektető lennél. Nem lennél kiugróan, brutálisan sikeres, nem tudnál egy partin azzal dicsekedni, hogy te 50%-ot csináltál valamelyik kockázatos manővereddel, de hosszú távon nagyon-nagyon szép hozamod lenne, és inflációt meghaladó hozamod lenne. Ennek ellenére az átlag befektető, látjuk itt, hogy 2001-től 2020-ig nem csak, hogy alig verte meg az inflációt befektetések hozamával, de szinte minden eszközosztályt alulmúlt. A kötvényeket, az ingatlanokat, a részvényindexet, gyakorlatilag bármi befektethetett volna, akkor is jobb hozamot ért volna el, mint úgy, amit csinált. Tehát mit csinált? Hát pontosan azt, hogy az átlag befektető mindig a legdivatosabb dolgokra próbál felugrani, próbál jókor venni, jókor eladni, és ez nagyon gyakran oda vezet, hogy valójában érzelemből rossz döntéseket hoz. Tehát neked nem kell kiugró eredményekre törekedni, megelégedsz egyébként a piaci hozammal, vagy ahhoz közeli hozammal, akkor már azzal el fogod tudni érni a pénzügyi céljaidat. A harmadik tippem éppen ezért az, hogy először határozd meg a pénzügyi céljaidat, hiszen ha neked az a célod, hogy egy partin felvágja a befektetéseit, de akkor valószínűleg a általam tanított befektetési stratégiák nem lesznek neked valók, viszont hogyha neked az a célod, hogy lakásod legyen, a gyermekedet el tud indítani az életben, nyugdíjad legyen, akkor neked igenis ehhez a célokhoz megfelelő befektetési stratégiákra van szükséged, és hosszú távon érdemes gondolkodnod. Ha megvannak a céljaid, és látod pontosan, hogy mikorra, mekkora összeget fogsz tudni összegyűjteni, akkor ezekhez passzolva fogsz tudni befektetési stratégiákat alkalmazni. A negyedik, hogy tudnod kell, hogy mennyit akarsz kockáztatni. A befektetésben maga a hozam elérése az nem annyira bonyolult, nem igazából nem az a kérdés, hogy hogyan lehet nagyon nagy hozamot elérni. Szinte bármekkora hozamot el lehet érni. A kérdés, hogy mekkora kockázatvállalás mellett. Tudnék mutatni olyan részvénybefektetéseket, olyan stratégiákat, amivel akár 20-30%-os hozamot lehetett elérni, csak hát legyen az az ember, aki belemer ebbe fektetni, kinek lesz gyomra egy olyan befektetésbe fektetni, amiben akár nagyon gyorsan el is veszítheti a teljes befektetett tőkét. Ugye? Valószínűleg, hogyha nyugdíjra, gyerekre, lakásra akarsz félretenni, akkor neked nem ezek a befektetések lesznek valók. Éppen ezért nem igazából az a kérdés, hogy hogyan érünk el magas hozamot, hanem az, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a kockázatot. Hogyan tudunk jó hozamot elérni viszonylag alacsony kockázattal. Itt mutatok egy ábrát arról, hogy miért fontos a kockázatmenedzsment, szerintem ez egy nagyon szemléletes példa hogyha alacsonyabb kockázat mellett tudunk elérni egy bizonyos hozamot, akkor valójában több hozamunk lesz összességében. A kockázat csökkentése tehát növeli az összelért hozamunkat. Miért? Mert nem igazán találkoztam még olyan emberrel például, aki a teljes vagyonát 100%-ba bemerte volna tenni részvényekbe. Oké, de mekkora részét mered beletenni a teljes vagyonodnak részvényekbe? Ezt úgy lehet például meghatározni, hogy mekkora az a maximális veszteség, amit hajlandó vagyok elviselni. Tegyük fel, van 10.000 eurónk, és a maximális veszteségünk az 2.000 euró ennél a példánál. A befektetés 1 az 15%-os éves hozammal kecsegtet, de a maximális visszaesés, amit vállalni kell, az 75%-os. Hogyha egy ilyen befektetéssel találkozunk, akkor a 2000 eurós max veszteségünkkel 2666 eurót fogunk tudni ebbe beletenni, hiszen ennek, ennek a 75%-át elveszítve Fogunk pont 2000 eurót veszteni, tehát ezen a befektetett összegen 400 eurónyi hozamunk lesz. Hogyha a második befektetést választjuk, ez csak 10%-os hozamot ígér, de csak 40%-os a maximális visszaesés. Ezért a 10.000 eurónkból 5.000 eurót belefektethetünk ebbe a befektetésbe, mert ez lesz a 2000 eurós maximális veszteség, és az elért hozamunk így már 500 euró lesz. Vagyis a kisebb hozamú befektetéssel több pénzt tudtunk csinálni, mert abba többet tudtunk befektetni. Ezért valójában nem az számít, hogy melyik befektetésnek mekkora a hozama, hanem a hozam kockázat aránya számít. És amivel igazából te foglalkozni tudsz befektetőként, az a kockázatok mérséklése, csökkentése, racionalizálása. Erre kell a fókuszt helyezni, amikor valaki egy befektetési stratégiát akar kidolgozni. Az ötödik tippem pedig az, hogy fókuszálj arra, amire van ráhatásod. Sokszor látom azt, hogy kezdő befektetők fel lelkesülnek a befektetéseken, ezeken az a sikersztorikon, és elkezdik vadászni a 100 meg 50 os éves hozamokat, a következő sikersztorit, a következő nagy durranást, a következő Google-t, Amazon-t szeretnék megtalálni. Erre nagyon-nagyon kicsi az esély, és ebben nagyon sok időt bele lehet ölni. Rengeteg tananyag van, rengeteg csatorna van, ahol ilyen tananyagokat próbálnak meg eladni. Nagyon jól mennek ezek a rövid távon, sok pénzt hozó igéretekkel rendelkező anyagok, és ez egy óriási üzlet. A helyzet viszont az, hogy bármennyit is tanulnak ezek az emberek, mivel rossz úton indulnak el, alig hanem igazából veszteségeik lesznek, és a beletett idő és a beletett pénz is valójában nem fogja őket előrevinni az életben. Valójában a legtöbb ember sokkal jobban járna, hogyha a befektetési tudását azt felhúzná odáig, hogy egy kellően jó, egy elég jó hozamot el tudjon érni, viszonylag könnyen passzívan, és az erőforrásait pedig arra fókuszálná, hogy minél többet meg tudjon takarítani. Sokkal többet fog számítani, hogy 60 ezer forint helyett 160 ezer forintot teszel a -e félre nyugdíjra, mint az, hogy egyébként mennyit tanultál a befektetésről, hány éve foglalkozó kereskedéssel és 10% helyett lehet, hogy nem tudom, 10,3%-ot értél el, az már egy nagyon nagy szó, hogyha ennyivel felül tudod múlni egyébként a piacot. Nem ez a legjobb módja, nem egy másodállást kell a legtöbb embernek csinálnia a befektetésből, hanem fel kell húznia magát egy elég jó szintre, és egyébként mellette azzal foglalkozni, amit szeret csinálni, amiből tud pénzt csinálni, ami a szakmája, és amiből majd egyébként el tud jutni oda, hogy több pénzt tegyen félre. Az, hogy mennyit teszel félre, az az elsődleges szempont, az a legfontosabb tényező talán az egész képletben. Éppen ezért fókuszálj arra, amire van ráhatásod, és ez sokkal kevésbé a hozamok, és sokkal inkább az, hogy az életedet egyébként hogy építed, szakmailag hogyan fejlődsz, és egyébként a megtakarítási hajlandóságod, arányod az milyen mértékű. Ez lett volna az öt tippem, ha részletesebben érdekel, akkor van egy teljes cikkem a témában, olvasd el azt is a videó alatt megtalálod, illetve ha nem voltál, akkor gyere el a pénzügyi szabadság alapozó tréningre, ahol négy órán keresztül arról fogunk beszélgetni, hogy hogy kell egy befektetési stratégiát belépíteni, illetve mutatok konkrét példákat, belépünk a számlámra, és segítek összerakni így a pénzügyi infót egybe, és segítek, hogy megtedd az első lépést, hogy elég jó befektetővé válj. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, nagyon sok sikert kívánok neked, hajrá!